elég hosszú viták előzték meg, sőt, előtte nagyon hosszú tárgyalás adott előtte meg a költségvetésnek az elfogadását. Már megmondom őszintén, én nem bíztam benne, hogy péntek estére sikerül lesz a költségvetést elfogadni mind a két oldalról. Természetesen születtek kompromisszumok, amelyet végül a másik oldalon is elfogadtak, és ennek az eredményeképpen sikerült meghoznunk az idei költségvetést Szeged városának. És összességében akkor azt mondja, hogy kompromisszumos megoldás született? Így van, hiszen a nagy nyilvánosság elé került az is, hogy a Fidesz-KDNP-nek volt 42 pontban egy módosító javaslata, amelyből valóban 10 pontban engedtünk, úgymond a polgármester kérésére, viszont a többi pontunkat változatlan tartalmat fenntartottuk, és az volt a kérés, amennyiben ezt tudják támogatni a mi általunk előterjesztett javaslatokat, abban az esetben akkor mi is tudjuk támogatni a költségvetést. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az volt, hiszen volt egy elképzelésünk arra, hogy egy tartalék alapot képezzünk, igen, amelyet nem tartottak fontosnak a szocialista képviselők. Ez úgy gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem a Szeged város érdekét szolgálta volna, illetve a közgyűlés érdekét is szolgálta volna, de hát jelen esetben úgy döntöttünk, amennyire a polgármesternek ez nem fontos, akkor mi is el tudjuk engedni ezt a kérdést. És mi a másik oldalról, amit nagyon örülnek, hogy sikerült keresztül vinni? Én úgy gondolom azt, hogy a kis embereknek valóban azok a segítség, amilyen alapokat tudtunk létrehozni, akár járdafelújítással, útjavítással, vagy akár játszótér felújításokkal kapcsolatos kérdések, amik eddig kimaradtak a költségvetésből, ezt a egyéni képviselőinken keresztül remélem a körzetekbe tudjuk érvényesíteni, és ez úgy gondolom az ottlakók számára fontos erőlépést fog jelenteni az elkövetkező időszakban. Na most a jegyző leváltásával kapcsolatban nem jutottak dűlőre, egész pontosan nem is került napirendre a kérdés. Ezzel mi lesz, ezzel az üggyel? Ezt mindenféleképpen folytatni kívánjuk. Természetesen megbeszéljük a továbbiakat, hogyan tudjuk ezt a kérdést rendezni. De ez a kérdés napirenden van a frakcióban. Természetesen előhozni fogunk egy határozatot, és annak megfelelően fogunk dönteni a következő közgyűlésen, illetve a rendkívüli közgyűlésen.